Koszorúzás. Idén ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 268. évfordulóját. Beruházás. Tanévkezdésre elkészülhet az új körforgalom. Pünkösd. Számos programmal várják a múzeum falu látogatóit. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Ebben az évben ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 268. évfordulóját. Az önkormányzat által hagyományosan május 3. hetében megrendezett Városnapok programsorozat tekintettel a járványhelyzetre ebben az évben is elmaradt. Az önkormányzat és a megye vezetői csendes koszorúzással emlékeztek a jeles évfordulóra péntek délután. A koszorúzás után megtekintették a Józsa András Múzeum két új tárlatát. A jelenlegi járványügyi helyzet miatt 2020 után idén is csendes koszorúzást szerveztek, hogy emlékezzünk Nyíregyháza újratelepítésének 268. évfordulójára. A virágokat a városalapítók szobránál helyezte el a város és a megye vezetése péntek délután. Nyíregyháza az 1753-as kezdetek óta hatalmas fejlődést tudhat maga mögött, amelyek az elmúlt években még dinamikusabb és látványosabb javulást eredményeztek. Dr. Kovács Ferenc polgármester a koszorúzás után úgy nyilatkozott, a hagyományok ápolása, átadása és tudatosítása végig fontos maradt az elmúlt évtizedekben is. Ezt ismernie kell minden generációnak, aki most is itt él ebben a városban. Az a szellemiség, ami akkor jellemezte az újratelepítést, itt van mögöttünk ugye a két szerződő fél, Gróf Károly Ferenc és Petrikovics János, aki egy nemes ember volt, tehát ők nem egy hűbéri, jobbágyi körből jöttek, és egy szabad felek akaratából egy szerződést kötöttek, 10 éves adómentesség, és nagyon sok minden volt ebben a szerződésben. Tulajdonképpen lehet mondani, hogy telepesek voltak, vállalkozók, mai fogalmak szerint, egy ambiciózus fiatal társaság, akik itt otthon találtak, és elindították Nyíregyháza fejlődését, és hát ugye ez már nagyon sok generáción keresztül ment, de fontos az, hogy az a szellemiség, az a függetlenség, vállalkozó szellem, az az akaraterő, az valahol Nyíregyházának a város szellemiségében most is megvan. Ez viszi a várost előre. Gróf Károlyi Ferenc és Petrikovics János voltak azok, akik megteremtették a lehetőségét annak, hogy a jelenben, ebben a környezetben élhessünk. Ők voltak azok, akik először közösséget teremtettek, ezzel pedig lerakták Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alapjait is. Így nyilatkozott Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke. Ha valaki az elmúlt év történeseit veszi csak görcsöl, akkor láthatja azt, hogy mekkora fejlődésen ment keresztül, milyen kulturális és turisztikai központtá emelkedett, és ez az emelkedett szót, ezt mindenképpen szeretném kihangsúlyozni, és azt hiszem, hogy Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy év fonódott teljesen, és biztos vagyok benne, hogy egy olyan jövőkép elé néz mind a város, mind megyeszékhely, és mind pedig a megye, amelyre nagyon sokáig lehetünk még büszkék, és azt hiszem, hogy azt az üzenetet, amellyel kezdtem, amelyet a városalapítók hagytak ránk, azt mi jelen generáció kell, hogy tovább vigyük, hogy majd a jövőben is büszkén tudjanak tekinteni, mind Nyíregyházára, mind pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. A koszorúzás résztvevői péntek délután átsétáltak a Józsa András Múzeumba, ahol megtekintették a pénteken nyílt Szabolcs vezérföldje című tárlatot és az Elit alakulat című vándorkiállítást. A Kárpát-medence legnagyobb honfoglaláskori kiállításával várja újra a látogatókat a Nyíregyházi Kulturális Intézmény. A több száz éves leleteket modern körülmények között interaktív módon ismerhetik meg a látogatók. Kétféle szándék volt. Az egyik az, hogy a képzőművészeti kiállítások után azért valami mást is mutassunk a nagy közönségnek. Tudjuk azt, hogy a szeúzó kincsek az nagy vonzó erőt jelentett, ide a Józsa András Múzeumba is, ami ugye egy régészeti kiállítás volt, és szerettünk volna visszatérni, hogy egy nagyon jelentős régészeti kiállítás mutasson be a Józsa András Múzeum. Hát mi mást, mint ami a Józsa András Múzeumnak a leggazdagabb leletanyaga, az egymilliós műtárgyállománynak a legjelentősebb része régészeti tekintetben az a honfoglaláskori leletanyag és a bronzkori. Mind a kettőt szeretnénk megcsillantatni és megmutatni a nagy közönségnek, és most a honfoglaláskori anyaggal kezdtük. A Nyíregyházára érkezett vándortárlat az év kiállításából készült, ami a Miskolci Herman Ottó Múzeumból indult. A csíkszeredai bemutató után került most a Józsa András Múzeumba.
Az Elit alakulat című kiállítást a Szabolcs vezér földje című tárlat tematikailag kiegészíti. A két kiállítás teljesen különálló. Az, hogy most egyszerre láthatja a nagy közönség, az részben véletlen is, különállóan készültek el. Viszont nagyon szerencsés, ugyanis tökéletesen kiegészítik egymást. Ugyanis a jobboldali teremben, az Elit alakulatban, ott a karosi temetőknek az anyaga van kiállítva. Ez ugye a Tiszától északra a jobboldali partot jelenti. Miközben az áteleni oldalról, a Tiszától délre, a Rétköz, a nyírség északi része, a nyíri mezőségnek a temetőinek az anyaga látható a mi kiállításunkban. A vándortárlat november 14-ig marad a Józs András Múzeumban, eddig lehet megtekinteni a Szabolcs vezér földje című kiállítást is. Tanévkezdésre elkészülhet a Kállói út Tünde utcai körforgalom. A munkálatok a tervek szerint haladnak, ebben az évben pedig még a stadion Vasvári Pál Hímes utcai csomópont fejlesztése is elindulhat. A Kállói út a beruházás idején végig járható marad, viszont jövő hét végétől várhatóan egy sávon halad majd a forgalom. Még április közepén elkezdődtek a munkálatok itt a Kállói úton. Elkezdték építeni a körforgalmat ezen a forgalmas szakaszon. Napközben mindig nagy a forgalom, mivel a városból sokan ezen az úton indulnak el az autópálya felé. A déli ipartelep közelsége miatt a kamionos forgalom is számottevő, illetve a Borbányán élők ezen az úton tudnak bejutni a belvárosba. A csomópont fejlesztése lehetővé teszi majd a még biztonságosabb és gyorsabb haladást. Most jelen pillanatban a közművek kiváltásán dolgozik, a kivitelező ívó, víz, gázvezetéket, villamosenergia kábeleket kell majd cserélnie, ez néhány napon belül elkészül, és utána, amikor ezekkel végzett, akkor utána elkezdi majd a körforgalomnak a pályáját építeni, utána pedig aszfaltozás következik, és szeptemberre befejeződik a projekt. A projekt nem csak a körforgalomnak a kialakítását, hanem a közvilágításnak a megújítását is magába foglalja, illetve egy buszmegálló pár is épülni fog majd a beruházás részeként. A csomópontok fejlesztése kiemelt program a város infrastruktúrális beruházásai között. Tavaly összesen 3 új körforgalom épült Nyíregyházán, de az elmúlt években már összesen 13 csomópont lett biztonságosabb a város különböző pontjain. A Kállói út Tünde utcai kereszteződésben a tervek szerint már tanévkezdésre, szeptember elejére befejeződhetnek a munkálatok, és még ebben az évben elindul a stadion Vasvári Pál Hímes utcai körforgalom építése. A városban a folyamatos fejlesztésre azért is van szükség, mert csak az elmúlt 3 évben 10 000 új autót helyeztek forgalomba. Fontos kiemelt programunk a nagykörút bezárása. Ennek a közbeszerzését, kivitelezésre kiírta 2 hete a NIF, tehát ezt is velük együtt, partnerségben fogjuk megvalósítani. Én nagyon remélem, hogy ősszel elindul az az építkezés is, és egyébként az idén kész lesz a remélhetőleg a régóta húzódó IMC intermodális csomópont vasúti pályaudvar környékének a terve, valamint a Tokaji úti aluljáró terve is, tehát ezek is nagyon-nagyon fontos infrastruktúra fejlesztések. Az ideiglenes forgalmi rendváltozások miatt kérik az autósok és a gyalogosok türelmét és megértését, ne megszokásból közlekedjenek a következő hetekben a Kállói úton. Az ott dolgozók biztonsága érdekében tartsák be a sebességkorlátozásokat, és figyeljék a kihelyezett kereszttáblákat. A NIF tájékoztatása szerint a Kállói úton a beruházás idején folyamatos lesz a forgalom. Várhatóan jövő hét végétől viszont már csak egy sávon lehet haladni. A Nyíregyházát érintő infrastruktúrális fejlesztésekről, a tervekről és a kivitelezések jelenlegi állásáról a Keddesti Nyíregyháza Most című műsorunkban láthatnak egy hosszabb összefoglalót. Pünköst hosszú hétvégén számos programmal várják majd a Sóstói Múzeum faluba látogatókat. Népi viseletbe öltözött táncosok, bábcsoport, művésztanya és a csíksomjói búcsúról szóló fotókiállítás és videós bemutató is várja majd a vendégeket. Emellett pedig egy református liturgia szerinti istentiszteletet is tartanak majd a Múzeum falu református templomában. A Múzeum faluban több családbarát fejlesztés is zajlott az elmúlt időszakban. A bejáratnál egy mini falu várja a gyerekeket fából faragott állatokkal, valamint a látogatók audio guide-on több nyelven is megismerhetik az épületeket és a történeteiket. A pünkösdi hétvégére számos programmal készültek a Sóstói Múzeum faluban, melyek a szórakozás mellett ismeretszerzési lehetőséget is nyújtanak majd a kilátogatók számára.
Úgy gondoltuk, hogy itt a múzeum faluban minél több portát élővé, aktívá szeretnénk tenni, de nem csak kézműves tevékenységre gondolunk, mint például a szövésre, vagy a mézeskalács műhelynek a beüzemelésével, hanem arra is gondoltunk, hogy minél több ismeretet sajátítsanak el a múzeum faluról, illetve a falusi életről. Így például az Anarcsi portánkon az első házat, az első tiszta szobát lakodalmas házzá alakítottuk át. Ez a pünkösdi hétvégén már igazi lakodalmas hangulatot fog adni, hát pont pünköstől lehet majd a lakodalmakat is már ülni, mi természetesen egy falusi lakodalmat mutatunk itt be. Hétvégén népi gasztronómiai kóstolókkal, termelői vásárral és számos programmal várják majd a kilátogatókat, tette hozzá az igazgató. Kezdésnek a Nyírség táncegyüttes utánpótlás csapatai fogják kitáncolni a májusfát a Jánkmajtisi portáról népi viseletben. Ezt követően pedig bábcsoportok és művésztanya is várja majd a vendégeket. Természetesen azt sem felejthetjük el, hogy miről szól a pünkösd, a Szentlélek kitöltetése, az egyház születésének ünnepe. Így megszokott módon református liturgia szerinti istentisztelet is lesz a református templomban. Ezen kívül megnyílik egy tárlatunk is, amiben tárlatvezetésre hívjuk a vendégeinket. Harangozó Imre néprajzkutató hozza el a kiállítást, amelynek a témája az a csíksomlyói búcsú lesz. Nagyon sok fotót készített, aktívan járt ki Csíksomlyóra, vett részt a búcsú alkalmakon, és mivel most pandémia idején nehezen jutunk ki erre az eseményre, mi hoztuk ide ezt a néprajzi témát nem mellőző eseményt a múzeum faluban. Ehhez erdélyi viseleteket jelenítenek majd meg a tárlatban, érintőképernyős felületeken pedig videóanyagokkal mutatják be, hogy valójában hogyan is zajlik egy ilyen búcsú Csíksomlyón. Zenével, tánccal nyitott meg a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit. Laikus újraélesztési gyakorlatot oktattak a polgárőröknek pénteken a Városmajori utcai civilházban. A képzésen az első segélynyújtást is gyakorolniuk kellett, majd az oktatás végén számot is adnak a tudásukról. A Kosbor utcán egy kerékpáros és egy gépkocsi ütközött, a rendőrség vizsgálja a 8 napon túl gyógyuló sérüléssel járó baleset körülményeit. A Család utcán a szabad kilátást akadályozó ághajtásokat vágták le a nyírvévé szakemberei, tartanak a tavaszi frissítési munkálatok, amelyeket a városüzemeltető Kft. Ideiglenes forgalomkorlátozások mellett végez városszerte. A Luther utcánál koccant két személyautó, a felelősség kérdésében először a rendőrség segítségét kérték a felek, majd később megállapodtak. Zenével, tánccal nyitott meg a Nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ. A Szabolcsi megyeszékhellyel párhuzamosan az ország 16 közművelődési agórája tehette ki szombattól a nyitva táblát. Az országos nyitás azt jelenti, hogy a művelődési házak újra szervezhetnek programokat, koncerteket, színházi előadásokat, és fogadhatják a művészeti csoportokat, legyen szó fellépésekről vagy a próbákról. Nagy öröm az, hogy ebben kislépésben is, de újraindulhat a kultúra. Szóval egy kultúrában lévő ember az elmúlt egy évet elég nehezen érte meg. Ugyanúgy, mint ahogy a társadalmunk is, amely kénytelen volt megélni egy olyan kort, amely álmában sem gondolt volna, hogy ebben a modern világban bekövetkezik. Akik Nyitunk Malinót kaptak, vagyis igényeltek, 35 közművelődési intézmény és közösségi szintér van. Nyilván vannak olyan intézmények, ahol a mai nap folyamán már programokat is szerveztek ehhez kapcsolódóan, és van, ahol pedig csak nyitottak, és sok szeretettel várják az érdeklődőket. A vírushelyzet az nagyon sok mindenkit negatívan érintett, és nyilván tehát a közművelődési intézményeket és közösségi szintereket, ugye 229 településről beszélünk Szabolcs-Szentmár-Bereng megyében, nyilván nagyon negatívan érintette őket, hogy nem az, hogy bezártak, de ugye az ott dolgozókon kívül más nem tartózkodhatott az intézménybe. És nyilván nem csak az intézményeknek volt ez nagyon rossz, hanem maguknak az odajáró közösségeknek, művelődő közösségeknek is, hogy nem tudtak találkozni. A közösségi találkozásokat nem tudja, a személyes találkozásokat pótolni semmi, de nyilván nagyon kreatív megoldások születtek, és nagyon sok helyen az online térben szerveztek olyan programokat, akár kiállításokat, bemutatókat, amelyel
tovább bevonták tehát a közösségeket, a helyieket, és nyilván tehát egész megye szerte, vagy ha a mi programunkra gondolok, mondjuk a Tudástár.on honlapunkra, ahol elindultak ugye jó gyakorlatok, tehát nagyon sok helyen be tudták ezeket mutatni, és jó példával szolgálhattak az ország bármely területén. Ma ez egy szimbolikus nyitás volt, az összes agóra Magyarországon egyszerre egy időben nyitott, ezzel a Nyitunk kampánnyal. Nagyon örültünk egyébként, amikor a Nemzeti Művelődési Intézet ennek az élére állt, összefogta az agórákat, akik egyébként is együttműködnek, van egy műhelyünk, ahol mi szakmai tapasztalatot cserélünk egymással. És akkor jött ez az ötlet, természetesen első pillanattól mi ebbe beleálltunk, mellé álltunk, és itt megtekinthető a 14 agóra rólapja, egy közös rólap, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet rólapja, és a mai nyitás, szimbolikus nyitásnak az a lényege, hogy az országban mindenütt ez egyszerre történt. Nagyon vártuk már, hogy megtörténjen, és egyébként óvatosan ez már körülbelül 2 hete megtörtént, mind a Váci Mihály Kulturális Központ, mind a tagintézményei, mind a Krúdi Gyula Art Mozi kinyitott, és ott is folynak a vetítések. Kis csoportos foglalkozások, kiállítások már lehetnek, de ugye a nyíregyházi közönség hozzá van szokva, hogy a Váci Mihály Kulturális Központban nagyszabású színvonalas rendezvényekre tud ellátogatni. Biztatom őket, hogy ezt ezután is megtehetik. Júniustól beindul ez a szezon is. Várjuk őket szeretettel, színházi előadásokkal, ültetett koncerttel, operettesttel, forfordenszel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a pandémia alatt sikerült jó felkészülnünk. Az utolsó pontosítások most zajlanak az időpontokról. Én bízom benne, hogy a jövő héten már, aki a Váci Mihály Kulturális Központ honlapjára ellátogat, már lesz miből csemegéznie. Győzött a Hübner Nyíregyháza BS a férfi kosárlabda NB1B döntőjének első mérkőzésén. A cápáknak így már csak 2 sikerre van szükségük a feljutáshoz. A Nyíregyháza Spartacus Ajkán nyert, a Sparia 7. helyen zárta a bajnokságot. Megkezdődött a döntő a férfi kosárlabda NB1B-ben, a Hübner Nyíregyháza BS a BKG Prima Akadémiát fogadta a párharc első mérkőzésén. A 2 együttes a HEP kupában szoros meccset vívott, és az első negyed most is az volt. A folytatásban viszont UB-ja vezérletével megléptek a cápák, és bár a hajrában szépített a BKG, így is 47-40-re a mieink vezettek. A nagy szünet után sokáig állandósult a 7 pontos különbség, hazai 3-asra nagy válaszolt triplával, majd 60-58-nál 2 pontra zárkóztak a vendégek, így kevesebb mint 2 perccel a negyed vége előtt izgalmasan alakult a hajrá. Nagy újabb 3-asával már a BKG vezetett, de Bazsó azonnal válaszolt távolról, és 63-61-el indult a záró felvonás. Itt 3 percig egyik csapat sem talált be, de a végjátékban a cápák nem engedték ki a győzelmet a kezükből, és 89-78-ra megnyerték a döntő első meccsét. Folytatás szerdán Szigetszentmiklóson. Én bízom benne, hogy 3 mérkőzés alatt ezt most sikerül lezárnunk. Mindig más egy döntő, meg mindig más egy hosszabb széria, de úgy gondolom, hogy vagyunk olyan erősek, hogy be tudjuk bizonyítani azt, hogy mi jobbak vagyunk hosszú távon. Mivel mindhárom dobogós csapat győzött hazai pályán a labdarúgó Merkantil Bank Liga 38. utolsó fordulójában, így a sorrend nem változott. Az éllovas Debrecen és a második Gyirmót jutott fel az élvonalba, míg a harmadik Vasas a következő idényben is az NB2-ben szerepel. A Nyíregyháza Spartacus a 4. helyért harcoló Ajka vendége volt, és a Spari jól játszott, a második félidőben pedig Hamed Yassin góljával 1-0-ra győzött, így a Nyíregyháza a 7. helyen végzett. A Spari második csapata a Rakamaszt fogadta a Városi Stadionban is 3-0-ra nyert. Ez volt a létesítményben az utolsó sportrendezvény, rövidesen elkezdődik a bontása, és egy új stadion épül a helyén. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Idén ünnepeljük Nyíregyháza újratelepítésének 268. évfordulóját. A Városnapok program sorozata járványhelyzetre való tekintettel idén is elmaradt, azonban csendes koszorúzással megemlékeztek a jeles évfordulóra péntek délután. Április közepén kezdődtek a munkálatok a Kálói úton, a Tünde utca kereszteződésében, tanévkezdésre pedig el is készülhet az új körforgalom. A Kálói út a beruházás idején végig járható marad, viszont később majd csak egy sávon halad majd a forgalom.
A Múzeumfaluban több családbarát fejlesztés is zajlott az elmúlt időszakban. A májusi nyitást követően pünköst hosszú hétvégéjén számos programmal várják majd a látogatókat. Lesz népi viseletbe öltözött táncosok bemutatója, bábcsoport, művésztanya és a csíksomlyói búcsúról szóló fotókiállítás és videós bemutató is. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok. Viszontlátásra!